postás hangja ma reggel megint hozott egyet. Komolyan kezdtek zavarba jönni. Vajon ki csinálhat engem is titokban? Hát ez tényleg furcsa. Megnézhetem a levelet. Ez nagyon személyes, de hogyha érdekel. Jó, Lara, megőrülök érted. A kecses Patán. Szárnyaidat is. Gyere, felébresztjük apát. Gyere. Kedvem is, itt fog rá. Ráugrunk, és azt mondjuk, gyönekes apa! Oké, benne van? Gyere! Reggeli puszit kapok, levelem? Hol az ölelésem? Hol a reggeli puszim? Hol a reggeli? Szia, tő! Jó reggelt, Pipi, ideje felkelned. Jól van, kicsi. Nagyon éhesek vagyunk. Csinálom a reggelit, ahogy ígértem. Kösz. Na gyerekek! Apa csinálja a reggelit. Mondjad életem, mondjad kicsim, mondjad. Kihozzalak a székből? Igen. Nem maradsz? Nem nézed apa, hogy csinálja a reggelit? Nem akarod? Apa most csinálja a reggelit. Wow! Azt anya csinálta. Almás pite. Jaj, de jó, hogy lett egy kuktám. Lett egy kuktám. Forró kenyeret hoztam, nézzek? Mit szeretném reggelizni, kicsim? Sajtos, van egy csomóféle sajtunk, gyerekek. Én élteszem szerintem. Van csirkevel sonkánk is. Csinálja, apuci, csinálja. Apuci, a fincsi reggeli. Manu, ezt figyelj, az ilyen sajtokat imádom a legjobban. Amiben van én. Lyukak vannak? Én lyukacskák vannak, igen. Olyan van, mint egy kisegér. Igen. Nekem na. Kisegítsa. Neked is egy kisegér sajt? Külön egyet tessék. Kóstolod meg, nagyon finom. Aparat ilyen sajtit. Erre is elpróbálunk, ez is jól néz ki. Patka. Neked nem készre sajtod? Isteni finom sajti majti. Ettől lesznek erősek a csontjai. Tele van kálciummal. Ez a tiéd, jó étvágyat szerelem. Dankeschön. Jó étvágyat. Jó étvágyat mindenkinek. Evés és irány a bölcsik. Kett hajnal van, legalábbis nagyon korán, nekem nagyon korán, ugyanis továbbra sem bírom a koránkelést. A gyerekek nagyon menő. Most kivételesen Düsseldorfba repültem ki, innen megyek most majd vonattal Kölnbe. És a reptér egyik feléről a másikra egy ilyen lebegő metró, nem tudom mi a neve, Skytrain viszál. De jó, ilyet sem láttam, még pedig egy-két reptéren már voltam. Münchenben például a föld alatt van egy ilyen metró a reptéren, de így, hogy így levegőben legyen, ilyet még nem láttam. Csodás reggelt kívánok mindenkinek! Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht's dir? Gut! Ja, ich drehe auch. Du? Was machst ja, du? Ja, ich fährt nach Berlin jetzt. Jetzt nach Berlin? Warum? Ja, ja. Bis morgen! Megérkeztem most ide a stúdióba. Szerda reggel van. Social médiának forgatunk az X-Factor online felületeire. Ez az öltözöm. Van egy kis hűtöm. Tükör, tévé. Egy kanapé. Itt vannak a ruhák. Itt van egy kis asztal. Meg még egy kanapé. Itt vannak az autogramkártyáim. Nemrég megérkeztek. Megyek a sminkbe. Megcsinálják a hajamat. Aztán megyünk forgatni. Vorher und nachher. Ich will einmal sparring mit jemandem. Einmal. Ja, du kannst auch nur einmal mit mir sparring machen. Weil dann bist du tot. Weißt du, was ich mag? Weil dann bist du tot. Wenn du schlagfertig bist, dann bin ich auch so schlagfertig. Itt vagyunk az X-Factor stúdiójában. Így néz ki innen fölülről. Ott ülnek körbe az emberek mindig. És ott lent van a színpad. Guten Morgen. Nee. Ich dachte, du machst was Ekliges wieder. Grüß mal die bitte in Ungarn. Hallo, in Ungarn? Ja, was sag mal, hallo. Sag mal auf Norwegisch. Ja, hallo, wo denn Gordon Hobrogobra? Sag du mal was auf und ich wiederhole es. Sziasztok, most átbeszéljük az adásmenetet. Ja, warum kannst du noch ein bisschen längeres sagen? Oder sag einfach Sziasztok. Sziasztok. Also bin ich wieder ganz viel dran und Ben wenig, ne? Nein, so, okay, gut, alles klar, super, machen wir so.
wollt es mich... War das krass? Boah, das war sehr krass. Ich hab dich auch nicht gesehen. Du warst so schnell weg da. Ich dachte, wo ist sie hin? Kann ich. Kannst so gerne mit Sibylle. Ulala. Schaut euch mal den Robin an. Dann kommen wir wieder aus der Werbung. Und dann geht's ja los mit der Verbindung. Ihr holt immer zwei Acts nach vorne. Jetzt wieder den deutschen Fans, weil dann könnten wir sie mit Namen begrüßen. Ja, hallo. Der war gut, der war gut. Ich kenne dich jetzt seit Juni, dein erster Witz. Der ist gut. Okay, da ich die Mühe Löding bin, darf man natürlich nicht lachen. Bleib mal ernst. Okay, da ich die Mühe Löding gelingen. Das kann man doch nicht aushalten, ohne Lachen. 18 oder 13 van, és most így gyorsan átmegyek a szövegen, gyorsan elolvasom még az elejét, hogy hogy kezdjük el a műsort, aztán megyek a sminkbe, megcsináljuk a hajamat, felöltözöm, és megyünk le a stúdióba. Itt vagyok Kölnben, csinálják a hajamat, sminkelnek, öltözöm, és közben folyamatosan azon gondolkodom, hogy ez tényleg megtörténik velem? És valójában ezt a vlogot is azért csináltam, hogy megmutassam nektek, hogy a legnagyobb álmokat is bizony el lehet érni, de mindent meg kell tenni érte. Családilag ez egy nagyon nehéz időszak volt nekünk. Tényleg sokat voltunk külön, rengeteget vitatkoztunk, volt sok mélypontunk, de soha nem adtunk el. Pedig sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy vajon megéri? De most, hogy sétálok le az X-Faktor stúdiójába, azt kell, hogy mondjam, hogy megérte. És kicsit könnyes is a szemem. Annak ellenére, hogy úgy sétálok végig itt a stúdióban, mintha teljesen természetes lenne. Pedig abszolút nem lesz. És nagyon nagy izgalom van benne. Meg boldogság. És büszkeség is. Ez egy nagy küzdelem volt. De tovább fogok küzdeni, hogy legalább olyan sikereket érek el, mint Magyarországon. És köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy most itt állhassak. Most pedig élvezni akarom a pillanatot. Rászámolnak a fülemre. Még 10 másodperc. Fellépek a lépcsőre, megnézem a színpadot. Még 5 másodperc. Rendezem a gondolataimat. 3, 2, 1. Megcsináltam. Másfél-két órát kávé, kicsit dumáltunk az emberekkel. Holnap reggel pedig indulok vissza Magyarországra. Először elvonatozok Frankfurtig, utána pedig onnan repülök Budapestre. Jó reggelt mindenkinek! Kicsit rekedt még a hangom, elég fáradt is vagyok. Viszont már itt vagyok a reptéren, ugyanis megyek haza, repülök haza Budapestre. Adél pedig vár otthon. A reptéren is megyünk vacsizni egyet. Szia, Manu! Szia, Manu! Szia, életem! Isten! Szia, Manu! Milyen gyönyörű vagy! Milyen gyönyörű! Szia! Olyan jó, hogy vége ennek a háromnak! Igen! Megyünk vacsizni? Igen! Jó, van kicsi! Na, alig vártam, megérkezi, és vagy? Most már nagyon éhes vagyok, csak reggeliztem, későn reggeliztem. De azon kívül nem adtam semmit. Uh-huh. Jaj, Istenem, nagyon szép sofőröm van. Milyen gyönyörű sofőr! Jó reggelt mindenkinek! Vagy hát reggelt, ma vasárnap délután van.
Tegnap ugye elmentünk Adéllal még vacsizni, ma voltam nagymamámnál, vasárnap ott szoktam ebédelni. Most pedig megyek be az RTL-be, ugyanis kezdődik a szenzációs négyes. Ki állt be a helyemre? Ki mert beállni a helyemre? Survivor hangmondás azért. 1-2-3, figyelj! Ez azt jelenti, hogy mehet? Tehát mi a f*** jelentetek? Megadtad a jelet, indulhat! 33. adás. A Bajani törzs megmaradt tagjaira egy újabb törzsi tanács vár. A párbaj veszteseként Emese indulatosan távozott a szigetről. Ez sose volt ilyen jó. Lehet, úristen, nagyon, ki nagyon ez a műsorvezető? Nagyon lelkes, hogy bravo, úristen! Hát akkor vége a Survivornek is ezzel. Na jó van, csináljunk egy élő műsort akkor még. Ne izgulj már, hallod? Nem izgulok! Ne izgulj már, hallod? Csókolnál már még. 40 van, ez azt jelenti, hogy 20 perc múlva kezdődik az adás. Kettő perc van még élőadásig. Zsűri, beül és kezdjük! Az a legjobb érzés, amikor élőben leszámolnak a fülekre, hogy 3, 2, 1, főcím! Ez így, ez így. Vége a szenzációs négyesnek, és ezzel a hetemnek is. Úton vagyok hazafelé, alig várom, hogy hazaérek, és odabújjak a kis családom mellé az ágyba. Ha tetszett a vlog, akkor vigyétek hírét, remélem, hogy a közeljövőben tudok vlogolni, folytatni tudom, nem lesz akkora szünet, mint most, nem telik el megint fél év. Egyébként pedig szeressétek egymást, ne gyűlölködjetek, és okozzatok minél több boldog pillanatot saját magatoknak az életben.